az a forgatókönyv, hogy a törökök idejönnek Malélbe, letettek az asztalra négy nagyon nehéz kérdéskör érintő javaslatot, és mi pedig a mai nap során még arra üt vagy bár igen, vagy nemet mondunk, ez nincs. És azt mondtuk, hogy túlságosan komoly kérdések ahhoz, hogy ezt egy délután frissiben elolvasva a saját parlamenteinkkel, parlamentjeinkkel, kormányainkkal, meg a saját népünkkel konzultálva, illetve anélkül erre igen, hogy nem lehessen mondani. Ezért azt a megoldást választottuk, ahogyan szerintem egy komoly intézményhez, mint amilyen az Európai Unió szeretne lenni, ez egyébként illik, hogy felhatalmaztuk az elnökünket, Tusk elnök urat, hogy folytassa a tárgyalásokat a törökökkel. Arról javaslatunk, hogy törökök tettek. Üdvözöljük azt, hogy törökök tettek javaslatokat, és ha meglátjuk, hogy benne tudunk megállapodni. Annyit tettünk a török, akkora lépést tettünk a törökök irányába, hogy néhány elvet meghatároztunk, amely kiinduló pontja lehet a tárgyalásoknak. És majd a tárgyalásoknak az eredményét vissza kell hozni ide a miniszterelnököknek a csúcstalálkozója elé. Ez várhatóan a következő csúcson jövő héten történik. És akkor majd megmondjuk, hogy a kitárgyalt megállapodással egyetértünk-e vagy sem. A másik kérdésre, hogy van-e megállapodás másról, azonban azt mondom, hogy van megállapodás, mert elfogadtunk egy olyan szöveget, ami kimondta, hogy a határokat le kell zárni. Majdnem ilyen nyersen mondja, mint hogy én most fogalmaztam önnek, mert azt mondja a szöveg, hogy vége van annak az időnek, amikor ellenőrzés nélkül lehetett a balkáni útvonalon közlekedni. Ennek vége van. Bátor döntéseket kell hozni, és le kell zárni az embercsempész útvonalakat, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag a határokon is helyre kell állítani a rendet. Azt kell mondanom, hogy az osztrák, magyar, szlovén, horvát föllépés, amely ezt követeli most már hónapok óta, végül is eredményre vezetett. Kimondja a szöveg, hogy ennek a korszaknak végül a mostantól az útvonalakat lezárt, és az embercsempészek üzleti modelljét pedig össze fogjuk törni. Ami azt jelenti, hogy hiába is állapodnak meg migránsokkal, nem fogják tudni teljesíteni a vállalásaikat, amire nem egy migránsnak keresztül mondani a Balkán. Ez nehéz helyzetet is érzelő Görögországban, hiszen nagyon sokan ott ragadnak, illetve ott ragadtak, és azt vállaltuk, hogy segíteni fogunk a görögöknek, hogy ezt a terhetszett lehetőség. Miután a elfogadott szöveg utal arra, hogy a törökökkel a törökökből embereket kellene behozni Európába, ezt mi élesen ellenezzük, sőt azt is világossá tettük, hogy a szlovákokkal közösen mind a ketten jogfenntartó nyilatkozatot tettünk, és kimondtuk, hogy miután pereljük az uniónak a korábbi döntéseit, amelyek a menekültek áthelyezésére, a migránsok áthelyezésére vonatkozik, ezért természetesen a szöveget mi nem tudjuk támogatni. De nem akadályozunk meg, hogy a többiek ezt a szöveget egyébként elfogadják. De a jogfenntartó nyilatkozatokat megtettük, tehát mi továbbra is ragaszkodunk ahhoz a jogunkhoz, hogy a bíróság elé vigyük az Európai Bizottság korábbi döntését, és megpróbáljuk ott azt hatályunk kihúzni.